Köszöntöm nézőinket, a Telena magazint látják, Deli Kinga vagyok. Lássuk, mit kínálunk mai magazinunkba. Újra összeült Tolna város képviselőtestülete. Rendhagyó módon tanultak a tolnai gimnazisták. Idén sem maradt el a tolnai ifjúsági fúvószenekar karácsony előtti koncertje. Újra összeült Tolna város képviselőtestülete. A településvezetés ezúttal többek között arról döntött, hogy kerékpárút épül Tolna és Fácánkert között, illetve hogy kibővítik a helyi tanúszoda szolgáltatásait. A részletekről Appelshofer Ágnes számol be a következő percekben. Korábban már beszámoltunk arról, hogy Tolna város önkormányzata 184 millió forintot nyert útfejlesztésre, melynek köszönhetően többek között a Pajta tér és környéke újulhat meg. A városvezetés a legutóbbi képviselőtestületi ülésen arról is döntött, hogy ezen a területen szeretné kibővíteni a közvilágítást is. Vélhetően egy időben új közvilágítási lámpatestek is az út felújítással együtt elhelyezésre kerülnek. Nagyon-nagyon egyhangúan döntött a képviselőtestület minden olyan döntésről, amiben most nem nagy dolgokról döntöttünk, hanem kisebb néhány milliós dolgokról, de én azt gondolom, hogy látva az év vége felé, hogy mekkora az a maradvány összeg, amivel rendelkezünk, biztonsággal tudtunk arról a néhány beruházásról dönteni, ami például a Pajtatér közvilágítási bővítése is. Ez nem is annyira az ott lakókat, mint a környékbeli lakókat érinti, inkább az átmenő közlekedés az, ami nagyobb. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy akár a baleset megelőzés szempontjából, és a biztonságos közlekedés szempontjából, és nyilván fontos az ott élők biztonsága szempontjából is, de még egyszer mondom, tehát viszonylag kevesen laknak a Pajta téren, de nagyon sokan mennek akár a Diófasor, Lehel utca, Rétisor, Újrétisor utcákba lakók. Nagyon sokan használják ezt akár kerékpárral, gyalogosan is. Továbbá tervek szerint kerékpárút épül Tolna és Fácánkert között. Fácánkerti önkormányzat megkeresett bennünket, hogy működjünk együtt Tolnát Fácánkerttel összekötő kerékpárút beruházásban. Ez azt jelenti, hogy ők fognak pályázni a kerékpárút építésére. Mi nyilván megtesszük azt a gesztust, hiszen nekünk is fontos, hogy a településeinket biztonságosan kerékpárral meg lehessen közelíteni. Nyilván ez a beruházás lezajlása után majd tekintettel arra, hogy Tolna közigazgatási területén van ennek egy jelentős része, ennek a tervezett kerékpárútnak. Nyilván utána az üzemeltetést mi Tolna részéről át fogjuk venni, de én azt gondolom, hogy egy városnak kutya kötelessége a környező településekkel együttműködni, hiszen nagyon sokan jönnek Fácánkertből ide akár iskolába dolgozni, tehát nagyon fontos az, hogy biztonságosan kerékpárral meg tudják közelíteni a települést. A képviselőtestületi ülésen döntöttek arról is, hogy a helyi uszoda szolgáltatásait kibővítik, így akár majd szaunázhatnak is az odalátogatók. 4 évvel ezelőtt sikerült átadnunk a tolnai tanúszodát. Már akkor felmerült az igénye annak, hogy esetleg egy szauna kerüljön megépítésre. A helye, tehát az épületben a szauna kialakításához szükséges hely az biztosított. Mi kértük a tulajdonos hozzájárulását, és a képviselőtestület pedig döntött arról, hogy egy finn szaunát fog építeni vagy építetni a tolnai tanúszodába. Nyilván ezzel is bővíteni fogja majd az uszodába járók szolgáltatás, vagy az ott lévő szolgáltatásokat. Nem volt kérdés egyébként, tehát hála Istennek a képviselőtársaim valamennyien fontosnak gondolják ezeket az úgynevezett kényelmi beruházásokat. Appelshofer Ágnes elmondta, hogy a jövőben korszerűsítik a 6-os főúton lévő buszmegállót is. Néhány évvel ezelőtt a 6-os úton lévő buszmegálló egyik oldalát megépítettük. Ez azt jelenti, hogy a Pécs felől vagy Szekszárd felől Budapest irányába közlekedő autóbuszok, ahol megállnak, ott egy fedett várót építettünk, kerékpártárolóval, szemetessel, közvilágítással, és felmerült annak az ötlete, hogy ugyanezt a másik oldalon is, tehát a Budapestről Szekszárd vagy Pécs irányába közlekedő autóbuszok megállóit is egy kicsit korszerűsítsük, tehát maga az öböl az megvan,
A buszok most is megállnak. Hát amiről most döntöttünk, az az, hogy oda, abba a megállóhelyre is egy fedett buszvárót építünk, és közvilágítással, szemetessel ezeket ellátjuk. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy azért nagyon sokan várnak ezekbe az akármelyik irányba közlekedő autóbuszokra. Előbb-utóbb ezt meg kellett tennünk, és úgy tűnik, hogy most következett el ez a pillanat. Vélhetően ez a tavaszi vagy a tél végi időben fog megvalósulni. Különleges tanórák zajlottak a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Az iskola diákjai ezúttal rendhagyó módon szerezhettek új ismereteket, többek között az öreg diákoktól. Szó esett az első világháborúról, építészetről, vagy éppen Tolna helytörténetéről. Nincsenek olyan órák, amire fölkapod a fejed, soha nem robbant föl senki, még az én órában, de majd jövőre belehúzunk a kísérletekbe, tehát nem hiszem el, hogy nem történt semmi. Szülőkkel, vendégelőadókkal, egykori diákokkal tartott rendhagyó órákat a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Bár a járványhelyzet miatt az előző évben nem tudták megtartani, a program már hagyománynak számít az intézményben. A nap során többek között Tolna helytörténetével ismerkedhettek meg a tanulók. Először egy építész szemével látják majd a tolnai épületeket, azoknak a múltját, eredetét, történetét. Utána pedig egy csoport végig sétál Tolnán, és mindezt élőben is megnézhetik, illetve egy másik csoport pedig majd a Magházban vesz részt egy ilyen interaktív előadáson, ami szintén Tolna múltjával, történetével kapcsolatos. És kapcsolódik is egyébként is a történelemhez, hiszen ez picit élőbbé teszi azt a történelmet, amit esetleg órákon a tankönyvekből ismerhetnek meg. Ez azért egy kicsit más, hogy az ő őseik is valószínűleg jó része itt élt, és hogyan élt, milyen ez az épített környezet, ahol élnek, és nagyon sok érdekes történetet is fognak hallani majd Tolna történetével kapcsolatban. Kerülhely, ami 39-ben épült Mádi Kovács Zsilip mellett, így, ahogy a tolnaiak mondják. Lajtai Zoltán építész azt mondja, egyfajta szemléletformáló céllal érkezett az eseményre, ugyanis tapasztalatai szerint az építészetre nem fektet akkora hangsúlyt az oktatás. Számunkra fontos a gyerekeknek átadni valamit abból, hogy a városokban milyen értékek vannak, amire el szoktak utazni, turistáskodni más országokba. Itt pedig sokszor pusztulnak ezek a gyönyörű házak, amik itt vannak, és amik színesítenék a várost, ha vigyáznánk rá, és nem vennénk ki a védett listából, meg egyébből, hanem rászánnánk azt a többlet energiát, ami gondolkozásba, meg egyébbe kell, mert egyébként olcsóbb, ökológiailag nem is beszélve egy régi házba költözni, mennyivel kevesebb energiafogyasztás, mint egy újat építeni. És hát bizonyos fokig egy kulturális örökség, amit meg kéne őrizni. A gyerekeknek örülnék, ha ezt tudnánk népszerűsíteni. Nem csak Tolnáról, hanem általában a városokról, építészetről, arról a komplex szemléletről is szó lesz, ami egy városhoz kell, mint egy ökológiai ökoszisztémához, tehát tulajdonképpen erről akarok kicsit beszélni róla. És a történészek itt mondták, hogy érdekes volt nekik ez a fajta szemlélet, hát gondolom, hogy talán a gyerekeknek is érdekes lesz. Az előadások témái megegyeztek az iskolai tananyaggal, mégis a megszokottól eltérő formában szerezhettek új ismereteket a diákok. Például van egy olyan, vagy volt egy olyan előadás, ami az első világháborúval kapcsolatos, és megnézhették, megfoghatták azokat a fegyvereket, megnézhették az egyenruhákat, amiket akkor használtak, illetve nagyon érdekes kutatásokról is szó volt az előadásban, illetve egy régészettel kapcsolatos előadás is elhangzott a múzeum igazgatójától, és ott szintén megfoghattak tárgyakat, leleteket, és ez is biztos, hogy egy élmény a diákok számára. Ezen kívül egy pénzügyekkel, pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos előadás is volt már. Ezt történelem órákon, állampolgári ismeretek órán kell tanítanunk, tehát ez szintén a tananyag része, de így azért mégis izgalmasabb, meg érdekesebb, hogyha közvetlenül olyantól hallják ezeket az ismereteket, akik tényleg ezzel foglalkoznak. Illetve egy volt diákunk,
nagyon szép természetfotókat készít, és ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon érdekes, izgalmas előadást is tartott. Ez inkább ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos előadásnak mondanám, ami szintén abszolút kapcsolódik a tananyaghoz. Hát órákon nem mindig van erre lehetőség, de muszáj egy picit megfoghatóbbá, élőbbé tenni, közelebb hozni a gyerekekhez, átélhetővé tenni azokat az ismereteket, amelyeket hát ők megtanulnak, meg meghallgatnak, csak egy picit idegen abból a szempontból, hogy nem kapcsolódik az életükhöz, a tapasztalataikhoz, így most talán egy kicsit közelebb kerül hozzájuk. Egész biztosan izgalmasabb, hiszen mégiscsak másként, más módon, más stílusban szólal meg egy előadó. Jó részük hozzátenem, hogy volt diákunk, nem mindenki, de legnagyobb rész volt diákunkat hívjuk vissza. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk. Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2022-23-as tanévre tervezett képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban. Emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben. Emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi ügyfelünknek. Ne feledje, jövőre is a már megszokott magas minőségű szolgáltatásokkal és alacsony árakkal várja Önöket Tolnán, az Antal Service Kft. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra. CNC gépkezelő, marós, tancoló és élhajlító gépekre. Fémipari tapasztalattal rendelkező gépkezelő, lakatos, betanított lakatos. Hegesztő, üzemtechnológus és szerelő, amit kínálunk. Pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költség támogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrier@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 313 20 241 77 17-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. Idén sem maradt el a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar már hagyományos karácsony előtti koncertje. Ezúttal az elmúlt évek legsikeresebb átdolgozásai csendültek fel a lovardában. A mai este az azért különleges, mert olyan darabokat válogattunk össze, amelyeket az elmúlt 6 év során nagyon szívesen játszott a zenekar, és hát úgy láttuk, hogy a közönségnek is nagyon tetszik, úgyhogy ezekből hoztunk egy válogatást, illetve játszunk még 2 teljesen számunkra is ismeretlen darabot. Ez egy Johann de Mey Aquarium című mű, amiben ilyen trópusi halak szerepelnek, egy ilyen programzene, illetve
egy Rays of the Sun Rossano Galante művét játsszuk majd el. Igen, hál' Istennek jönnek új zenészek. Most kettő új szaxofonosra bővült az együttes, illetve lett egy új tubásunk. És a mai koncertnek egyébként az is az apropója, hogy a régi tagokat is, akik esetleg valami miatt eltávoztak a zenekarból, munkahelyi elfoglaltság vagy egyetem, bármi miatt, azokat is most visszahívtuk, és egy páran elfogadták a meghívást erre. Az nagyon nagy segítség, hogy az idősebb, rutinosabb zenekarosok azok már tudnak segíteni a kicsiknek, és akkor instruálják őket, hogy mit, hogyan kell itt csinálni. Hogy próbálok olyan darabokat összeválogatni nekik, amiket szívesen játszanak, tehát könnyen fogyasztható, de szakmailag mégis kihívást jelentő darabokat próbálok összeválogatni, meg szerintem tényleg nagyon jó csapat van. A vírushelyzet jelentősen befolyásolta a mi munkánkat is természetesen, de amint lehetőségünk volt, akkor elkezdtünk nagy erőkkel próbálni. Ugye nekünk most már lassan 3 éve folyamatban van egy valenciai út, egy nemzetközi versenyre fogunk felkészülni, ami ha minden jól megy, akkor most már jövő nyáron megvalósulhat, és erre fogunk majd készülni januártól. Kapinya István már gyerekkora óta ámulatba ejti a madarak világa. Ezért is döntött úgy, hogy elkezd postagalambokkal foglalkozni. Ennek immár csak nem 60 éve. Érdeklődése azóta is lankadatlan. Amellett, hogy tenyészti, versenyezteti is az állatait, tagja a Szekszárdi Postagalamb Sportegyesületnek. A Telena magazin egyik korábbi felvétele következik. Kapinya István nyugdíjas, 9 éves kora óta tolnai lakos. Már közel 60 éve foglalkozik galambokkal, jelenleg 42 szárnyasa van. Hosszú évekig volt a Szekszárdi Postagalamb Sportegyesület elnöke. Gyerekkoromban falu nevelkedtem, és hát ott a szüleimnek már, sőt nem a szüleimnek, hanem majdnem minden háznál volt galamb. És én nekem ottan nagyon megtetszettek a galambok, ottan akkoriban még csak nézegettem őket, mert még 6 és 9 év között, amikor észrevettem, hogy hát engem érdekelnek a galambok, csak nézegettem, és mikor elköltöztünk Tolnára, hát apukám hozott ide is galambokat, hogy majd tart tovább galambot itten Tolnán is, csak hát itten már valahogy megkaptam én, tehát én folytattam a galambászatot, és valamivel komolyabban, mint az édesapám, és akkor ezt egy szomszédunk is észrevette, aki postagalambtenyésztő volt, sőt versenyző volt, Hidasi Jánosnak hívták, Hidasi János bácsinak, és ő fölgarolt engemet, és javasolta, hogy cseréljük ki a galambállományt postagalambra. És akkor ki lett cserélve postagalambra, akkor, mert először még itt Tolnán is galambdúcunk volt, és a galambdúcot
akkor kicseréltük egy ilyen hasonló, mint a jelen pillanatban látható galambházra, és hát ottan folytattam a galambászatot, napjainkig versenyzek. Nem vagyok a élversenyző, de nagyon szeretek versenyezni, hozzáteszem. Nem irigylem sose másoknak az eredményét, sőt, büszke vagyok már csak azért is, hogy legalább az egyesületünk valamire viszi. De vajon mi is az a postagalamb verseny, hogyan is zajlanak ezek az események? A szakértő azt mondja, akár 1200 kilométeres távolságot is megtesznek az állatok egy verseny alkalmával. A versenyek, azt tudni kell, hogy különböző versenyzési formák vannak. Ezt még a versenyek előtt elmondanám, tehát van az, hogy a természetes módszerrel való versenyzés és az özvegy versenyzés. A természetes versenyzés az természetes módszerrel történő versenyzés, tulajdonképpen az, amit én csinálok, hogy a galambok párba vannak és fészekről vannak röptetve, versenyeztetve, tehát fiókát nevelnek. Az özvegy versenyzés pedig olyan, hogy nincsen párjuk a galamboknak, tehát külön vannak választva a galambok, a hímek, és külön vannak választva a tojók. És ott is még meg van különböztetve, hogy totál özvegység, vagy normál özvegység, ami annyit jelent, hogy a galambokat, hogy vagy csak a hímeket röptetik, vagy pedig a hímeket és a tojókat is versenyeztetik. Mert vannak olyan esetek, amikor a hímek nem úgy repülnek, nem olyan aktívan, vagy olyan intenzíven repülnek, mint ahogy kellene, akkor néhány tenyésztő beállítja a tojó galambjait is a versenyekbe, ami annyit jelent, hogy mind a két állományt röptetik, csak arra kell ügyelni, hogy mikor megjön a galamb, valamelyik, akár a hím, akár a tojó, akkor azt azonnal be kell tenni a fészekre, hogy a párja, tulajdonképpen azt mondtam az előbb, hogy páratlanul röptetik, de tulajdonképpen van párja, csak el vannak véve. Tehát ezzel serkentik arra a galambot, hogy minél előbb hazajöjjön. A galambnak az állandó gyűrűje, ami egy szám található, és ez egy fix gyűrű a lábon, azért, hogy tudjam bizonyítani, és ennek van egy ellenőrző kártyája, hogy tudjam bizonyítani, hogyha valahol berepül, hogy akkor az én galambom volt. Általában 9 és 12 utat szokunk versenyezni egy nyáron, ami úgy történik, hogy május 1-ével, május 1 és 5-e között kezdődnek a versenyek, és július 18-20-a, 22-e között érnek véget a versenyek, amik hetente történnek, általában szombati gyűjtéssel és vasárnapi eresztéssel. Na most, hogy még annyit, hogy az utak úgy indulnak, hogy 100-120 kilométeres távolságról kezdődnek a versenyek, de elmennek 800 kilométer is, 800-830 kilométerig is az egyesületi, illetve a kerületi versenyek. De nem csak ilyen versenyek vannak, hanem vannak maratoni versenyek is, ami általában három útból áll, és az már 800 kilométer fölött, 800 és 1200 kilométer közötti versenyekről beszélünk olyankor. Na most ezt a maratoni versenyeket, ezt már mindenki nem versenyzi, csak akinek tényleg nagyon jó hosszú távú galambja van. A galamb a tájékozódását a napállása, illetve a föld mágnesessége alapján válaszza meg. Hát a napállás a legjobb, mert azt már a galamb rúc, ahol van, onnét megállapítja a galamb mindig, hogy a nap hogy áll a reggeli órákban az ő dúcához képest, és akkor annak az irányába indul el. Általában egy rossz dolog van, mert a galamb tömegbe szeret repülni, és tömegvonzás általában elviszi a galambot más irányba, tehát nem egyenesen közvetlenül jön haza, hanem ilyen cikcakba. Egyszer repül jobbra, repül balra, azt akkor egyszer majd csak, mikor már közel van a dúcához, akkor kivál a tömegből és hazajön. Nem minden galamb alkalmas a maratoni megmérettetésekre. Van különbség,
mert a galamboknál is van olyan, hogy hosszú távú galamb, rövid vagy közép távú versenyekre alkalmas galamb. Tehát magyarul, hogyha valakinek nagyon jó rövid távú galambja van, az nem biztos, hogy hosszú távon is sikeres, sőt elképzelhető, hogy a hosszú távon a rövid távú galamb el fog veszni. És a különbség az ugye, hogy ebben még az, hogy a rövid távú galambok azok rettentő gyors galambok. Tehát a versenyek maximum 10 perc alatt lezajlanak, és egy rövid távú verseny azt tudni kell, hogy 100 és 300 kilométeres távolságra zajlik, és mondom, hogy akár egy 300 kilométeres távolságról jövő galamboknál is maximum 10 perc alatt vége a versenynek. Na most, hogy ez mikor derül ki, ez a versenyek alatt derül ki, hogy milyen, mire alkalmas az a galamb, hogy rövid vagy közép vagy hosszú távra, de ha már ez kiderül, akkor viszont a tenyésztőnek tudnia kell, hogy a későbbiekben ő a galambjait milyen irányba tenyésze, hogy rövid távúnak, vagy hosszú távú, vagy akár középtávú. Kapinya István úgy fogalmaz, sok emberi tulajdonsággal rendelkeznek a szárnyasok. Azt mondtam ugye, hogy olyanok, mint az emberek, tehát párban él a galamb. Ha összepárosodik egy galamba párjával, az akár egy életen keresztül, az el nem veszik, vagy el nem pusztul, akkor azzal a párjával él. Sok galamb, hogy úgy mondjam, nagyon szerelmes és hűséges. De vannak a galamboknál is olyanok, hogy vagy a tojó, vagy a hím félre megy egy-egy alkalommal. Tehát itt is van olyan, hogy hűtlen lesz a galamb. Megmarad a párja, megtartja a párját. Csak hogy példa erejéig itt is van, itt említettem már, hogy van egy fehér, meg egy vörös hímem. Hát a fehér tojó, vagy a fehér tojó, és egy vörös hím, és a fehér tojó az nagyon hűséges, de a párja azért néha rákacsint másik tojóra is, és akkor, de nem hagyja ott a saját párját, hanem él vele tovább. Boldogan csak, mikor az fészken ül, akkor lehet, hogy ő elnéz másfele is. Hát én nem tudom úgy megmagyarázni, az igazság az, hogy nem csak a galambot, én a madarakat is nagyon szeretem. Csak példa erre így mondanám el, hogy még általános iskolába jártam itten Tolnán, és abban az időben, mikor én még iskolás voltam általánosban, rengeteg volt a varjú. És amikor a varjuk itt télen repültek, vége láthatatlan ideig repültek, órákon köröztük, csak repültek, és én nem tudtam az órán a tanítóra figyelni, csak az ablakon bámultam ki, és néztem a varjakat, hogy hát hogyan repülnek. Na most a galamboknál is ugyanez van, hogy például mikor most is, hogyha kiengedem őket, egyfolytában az eget kémlelem, hogy merre repülnek, nem, hogy támadja őket valami héja, vagy milyen aktívan repülnek, nem egy betegek, mert hogyha betegek, akkor egy-egy galamb kiválik belőlük, az leszáll. És hát tehát a lényeg az, hogy állandóan az eget figyelem, és bámulom a galambjaimat. Mások szóval arra gondolok, hogy a szomszédok azt hiszik, hogy valami baj van, mert hát, hogy a kapinya kiáll az udvar közepére, azt akkor csak az eget nézi. Tehát ez valahogy úgy nálatok, vagy a galambok iránti, madarak iránti szeretet, amitől nem tud az ember egy idő után megválni. Ez volt az év utolsó Telena magazinja. Minden kedves nézőknek kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok a Tolna Táj és a Pannon Televízió minden munkatársa nevében. Viszontlátásra!